Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2022. április 22-én pénteken, a pontos idő 20 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Költészet napja mezőtúron. Alapítványi Bálna Rákóczi úti általános iskolában. Magyarországon 1964 óta ünnepeljük április 11-én József Attila születésnapján a költészet napját. Ez alkalomból mezőtúron a Közösségi Ház gyurta termében került megrendezésre kulturális program, amelyen elsőként a túri olvasókör tagjainak szavalatait hallgathatta meg a közönség, majd az Akusztik Kvartett formáció műsorára került sor. Április 11-én ünnepeljük a költészet napját, József Attila születésnapján, és ez alkalomban mezőtúron a Közösségi Házban került megrendezésre a költészetnapi program. A programban elsőként a túri olvasókör tagjai Kalózkai Sándorné, valamint Patkós Éva szavalását hallhattuk, majd később az Akusztik Kvartett csodálatos műsorára került sor. Sajó Sándor, magyarnak lenni. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyni, tengni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táj. Nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borogni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami sokszázados bú, amelyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Magányban élni, ahol kusza árnyak bús tündérekként föl-föl sírdogálnak, s szálaiból a fájó képzeletnek fekete fényfátlat szövögetnek. És bút, és gyászt, és sejtést egybeszőve ráterítik a titkos jövendőre. Rabmódra húzni idegen igát, álmodozni róla, büszke, messzi cél, s megpihenve a múlt emlékinél kergetni téged, csalfa délibán. Csalódni mindig, soha célt nem érve, s ha szívünkben már apadoz a hit, rátakargatni sorsunk száz sebére, önállításunk koldus rongyait. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájót, véges végtelent. Születni nagynak, bajban büszke hősnek, de dönt, harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessünk, de mindig hiába, hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon rá írtó jégverés. Fölajzott vágyjal, szomjan keseregve a szabadító Mózest várni egyre, hogy porrázúzza azt a színfalat, mely végezetünknek kövült átalakult, ránk néz merően, irgalmatlanul, s utunkat állja zordan, hallgatag. Bágyattan tűrni furcsa végzetünk, mely sírni késztő tréfát űz velünk, s mely sok bajunkat nincs kint megtorolni, egymást vádolni, egymást marcangolni. Majd folytott kedvünk, hogyha megdavad, szilajnak lenni, mint a bércpatak, vagy bánatunknak hangos lagzián nagyot rikoltni, hajrá, húsz cigány, nagyot háborgó vérrel kesergőn vigadni, hogy mindenünk hajt, nem tud megvirradni, hogy annyi szent hév, annyi ős erő, megsebzett sasként sírva nyögdelő, miért nem röpülhet fönn a tiszta légben, munkás szabadság édes gyönyörében. Hogy miért teremtett bennünket a végzet, bús csonkaságnak, fájó töredéknek? Tombolva inni hegyeink borát, keserveinknek izzó mámorát, s míg szívünkben a tetvágy tüzenyargal, fölbúgni tompa, lázadó haraggal. S amikor már szívünk majdnem megszakad, nagy keservünkben, bús szégyenünkben falhoz vágni az üres poharat. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem. Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni,
büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva. Lelkünkbe szívva a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva örökhon szerelmét, féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. Szülőföldem, édes hazám, ezer arcú tündérország, fodrozódó víztükrében csillagfénye ragyog szépen. Gyermeked a szőke Tisza, mint a harmat kristálytiszta, aki annak vizét iszta, szíve ide vágyik vissza. A hófötte magos bércek pajsként állnak körülötte, felfogják a dühös szelet, végigkarcolják az eget. Lenn a völgyben tavaszodik, szép kertekben virág nyílik, szellő lengeti az ágat, nem hagyom el szép hazámat. El nem hagylak én biz soha, bölcsön voltál édes haza, mert nincs a földön olyan vagyon, melyet bölcsőm elhagyom. Leszek inkább koldus, szegény, de míg van e földön remény, én kemény leszek, mint a kő, s egyenes, mint sudárfenő. Nem hajlok meg szélviharnak, gyökereim megtartanak, mint tűzben edzett izzó vas, ha elpusztulok, ne siras. Mert reggel újra kél a nap, s fénye lágyon simogat, kékre színezi az eget, adjon Isten békességet. Nem csak verseket, mert mi azért azt halljuk, hogy a dalszöveg is vers. Kezdenünk is egy nagyon-nagyon szép dallal. Sztevanovics Zorán öcse Dusán írta a dalszövegét. A dal címe pedig Ne szeressen. Oh,
Az idei évben rendhagyó módon került megrendezésre a Tavasz Köszöntő Alapítványi Bálla Rákóczi úti általános iskolában. A rendezvény az idei évben magánszervezésben valósult meg, amelynek a Városi Oktatási Centrum sportcsarnoka adott otthont. Elsőként a diákok műsoraira került sor, majd a bál fő elemeként a 8-os diákok keringőit lehetett megtekinteni. Rendhagyó módon került megszervezésre a Rákóczi úti általános iskola alapítványi bálja a hétvégén. A járványügyi intézkedések figyelembevételével kezdték meg a szervezést, éppen ezért úgy döntöttek, hogy magánszervezésben valósítják meg. Jó estét kívánok! Erdély Éva vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégeinket ma esti Tavasz Köszöntő Bálunkon. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásokat ilyen sokan. Nagyon nehéz időszakán vettünk, hiszen már második éve nem tudtuk megrendezni hagyományos alapítványi bálunkat, de úgy gondoltuk, hogy most nem tétovázunk, nem vesztegetjük tovább az időt, és megtartjuk hagyományos iskolai bálunkat. Bár ebben a tanévben egy kicsit másképp alakult, nem közvetlenül az alapítvány szervezésében valósul meg ez a bál, hiszen a báli meghívón is olvashatták, hogy férjemmel, Juhász Gáborral mi hirdetjük meg ezt a bált. A forma igaz kicsit más, de a cél ugyanaz. Jobbá, szebbé, értékesebbé tenni gyermekeink életét. Ezért a bál teljes bevételét felajánljuk a Rákóczi iskolának. A ma estéhez nagyon jó szórakozást kívánok! Kedves vendégeink, én is szeretettel köszöntöm Önöket a mai Tavasz Köszöntő Bálon. A helyszín új, de a lelkesedésünk a régi. Jól látni, hogy sok ismerős is, az új arcok is. Ez már a 23. Rákóczis bál, és köszönöm Önöknek, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy elmutatták meghívásunkat. A belépőjegyek árával támogatták iskolánkat céljaink megvalósításában. Köszönjük a támogatást azoknak, akik az elmúlt hetekben önzetlenül fáradoztak, hogy ez a rendezvény létrejöhessen. A rengeteg felajánlás, anyagi segítséget. Támogatóink névsorán megtekinthetünk hitével a bejárati ajtónál. Megkülönböztetett köszönet jár Héden Bernek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a mai
teljesnek, akik a teljes mai bevételt felajánlották a Rákóczi úti iskolának. A befolyt összeget évvégi jutalomkirándulásra szeretnénk fordítani. És kérnek szépen Gergely Évát és Juhász Gábort, hogy fáradjanak ide hozzánk. És köszöntjük őket hatalmasan! Az eseményen az iskola diákjai mutattak be szebbnél szebb műsorokat, majd az est fénypontjaként hagyományosan a 8-os tanulók keringőjére került sor. Hi.
program végén egy kis meglepetéssel is készültek a szervezők, az iskola pedagógusai fénytáncot adtak elő. A továbbiakban a szülő-gyermektáncra került sor. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adással jövő hét pénteken is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!